Úgy tűnik, most már kezdjük a rendes dallal. Tehát azt hivatóan fordítanék, emberek. De írjátok ki, mert ha valami gond van, csak nagyon bonyolult lenne nekem a GoToMeetinget is bekapcsolni. Mindenki készen áll, mondják. Minden készen áll valamire, amire a személy igazából soha nem lehet készen. Mi azért jöttünk ide, hogy Európát fejjel lefelé fordítsuk. És most látjuk annak az eredményét. Mi azért gyűltünk össze itt, hogy tanúskodjunk ezért az eredményért, erről az eredményről, és hogy elmondjuk egymásnak azt az állapotot, amit elértünk, hogy milyen új Európát fettünk föl, és hogy mi a következő lépés. I want to start to read something. Én szeretnék olvasni valamit. Hogyan hozzunk létre egy olyan kapcsolatot, ahol mi mindannyian képesek leszünk elveszíteni saját magunkat, ahol mindannyian elmerülünk egymásban, ahol mindannyian egyetlen cseppé válunk, és akkor a Teremtő megjelenik. A személy nem képes egyedül erre. Végül is mi csak arra vagyunk képesek, hogy egy ilyen állapotot akkor érjük el a felismerést,
hogy mi magunk képtelenek vagyunk közelebb kerülni és kapcsolódni egymáshoz, és akkor ebben a kétségbeesett hiányhelyzetben akkor lehetséges csak megérteni, hogy hogyan fordulhatunk a Teremtőhöz, hogy hogyan kiáltsunk föl a Teremtő felé, hogy hogy követeljünk tőle, és akkor ő megválaszolja ezt a kérést azonnal. És most mi meghallgatjuk majd barátok száján keresztül ahogy a Teremtő szól hozzánk a barátokon keresztül. Én szeretnék odafigyelni barátunkra Chiléből, Daniel Chiléből. Őt láttuk a képernyőn számtalanszor, a csoportjában, Santiago de Chilében, minden egyes reggeli leckén. Együtt vannak velünk a világcsoport részeként, és ők annyira melegszívű emberek, annyira össze vannak kapcsolódva. Ők fizikailag találkoznak minden egyes nap, és dolgoznak a terjesztése minden egyes nap. És ma Daniel szeretne mondani nekünk valamit. Daniel, barátaim, drága-drága barátaink, én emlékszem, amikor mi hallgattuk a kongresszust Los Angelesben, és mi úgy döntöttünk, hogy nekünk ide kell jöjjünk Európába, hogy támogassuk Európát az egység érdekében, és mi azt akarjuk, hogy Európa egy erős csoporttá váljon mindannyian közösen, egy hatalmas szívvel. Amit én itt érzek, nos, ez egy hatalmas érzés, a kapcsolat érzete. Én nem is tudok beszélni, én csak a barátaim szívét érzem, amely lágban ég, lángol az egységért. Barátaim, drága-drága barátaim, gondoskodnunk kell ezért az egység pontjára, különleges pontjára, amit létrehoztunk itt. Ez a pont még erősebbé kell, hogy váljon. Minden egyes nap erősebbé, a felkészülésünk az ma kezdődik. Otthon, nehogy elveszítsük ezt a pontot, ne is gondoljunk arra, hogy család, vagy munka, hanem csak az egységre gondoljunk rá, amit elértünk itt, erre szabad csak gondolnunk. Európa, ti egy nagyon erős csoport vagytok, és nekünk büszkének kell lennünk Ravra és magunkra, és segítenünk kell a Teremtőt, ha jól értem. Fel kell készülnünk a következő kongresszusra, és én azt akarom, hogy a következő kongresszus Európában egy nagy test jöjjön létre, egyetlen kerek test, egyetlen szívvel. Nekünk gondoskodnunk kell az emberiségről, nekünk gondoskodnunk kell egymásról. Fel kell ébresszük az emberiséget, és emlékeznünk kell, hogy kik is vagyunk, és küzdenünk kell az egységért. Európa, én itt vagyok, hogy gondoskodjak, hogy megosszak veletek, hogy megérintsek minden egyes szívet, és az erőt elviszem magammal Chilébe, hogy megosszam a barátaimmal, és hogy állandó feszültségben legyek, mivel a következő kongresszus ott mindenki egyé válik, és akkor egy testünk lesz, és Európa kell, hogy ennek a testnek a szíve legyen, Lechaim. Tehát ő volt Daniel Chiléből. Néha akadozik a hang, az angol hang. One, two, three, four.
és zene. Così io vivrò solo un sogno però, ma nel buio e la voce del cuore dirò. Nella vicina scoprirò il morire. Micsoda nagy ajándékot kaptunk Chiléből, micsoda meleg szívű barát, csodálatos nap volt, csodálatos az Európai Oktatási Centrum számára, és ez egy fantasztikus barát. De barátaink, mi eljutottunk oda a pontra, ahol már nincsen vezető, nincsen résztvevő, hanem mindannyian felelősek vagyunk egymásért, mi mindannyian érezzük a saját felelősségünket, az egyenlő felelősségünket, az a közös testünkért, a közös küldetésünkért, a közös otthonunkért, amely itt található és mindenhol. Ez a Malchut lényegében. És barátaim, szeretnénk hallani titeket ebben a pillanatban egy következő módon. Mi szeretnénk hallani titeket, hogy mondjátok igen vagy nem, igen vagy nem, csak ezt mondjátok. Tehát barátaim, ebben a pillanatban érzitek az állapot különlegességét, amit elértünk? Igen. Meg akarjátok tartani ezt a különleges állapotot? Igen. Ezt növelni akarjátok, és erre építeni akartok? Igen. És azt akarjátok, hogy ez felébressze a világot, és hogy elégedettséget adjon a Teremtőnek? Igen. Tudjátok, hogyan? Igen, nem számít. Oké, még mindenki beszélni fog, oké? Klebbe ugrott őket. Oké, tehát van még egy forró szív, amit szeretnék bemutatni nektek. Amikor beszéltük azt, hogy hogyan tartjuk meg a kapcsolatot a kongresszus után, hogy hogyan hatolunk be a kapcsolatban, ami már létezik közöttünk, hogy hogyan támogatjuk egymást, hogyan támogatjuk ezt a kapcsolatot. A körök fortak az ötletektől, mindenki rengeteg lehetőséget, benyomást, drága-drága javaslatot javasolt, amit képesek figyelni csinálni, és megtehetünk együtt. Senki nem marad kívül, senki nem marad egyedül. Mi egyetlen test vagyunk, és így maradunk egyetlen testként. Tehát a következő barátunk, és mindenki együtt, tehát ez a barátunk is hatalmas mértékben gondoskodik ezért az egységért, a kapcsolatért, ahogy az összes pontok összekapcsolódnak, a test összes lelkei összekapcsolódnak. Megtesz mindent, amire csak képes, mindent odaad, amivel csak rendelkezik, hogy ezt a testet életben tartsa. Ez egy csodálatos barátunk, egy csodálatos csoportból, Rotterdamból. Hadd mutassam be nektek Ampierre Rotterdamból, holland csoport egyik oszlopta. Well. This I did not expect. Nos, ezt nem vártam. Én csak
egy perccel a kezdet előtt tudtam, hogy beszélnem kell, de amit szeretnék megosztani veletek, az valami különleges dolog, ami az étkezés során történt. Én az asztalnál ültem egy hatalmas barátok között, legtöbbjük olasz, és emlékszem, hogy együtt voltunk egy évvel ezelőtt is Rómában, és ott találkoztam ezekkel a barátokkal először, ott volt egy kis kongresszusunk közösen, és kezdettől úgy éreztem, hogy mi életre barátokká váltunk, ilyen erős kapcsolatot éreztünk. De az étkezés során én megértettem, hogy ez a hely, amivel rendelkezünk, ez a meleg ház, ez a meleg otthon, ez még mindig ott van. De mégis valami megváltozott, minthogyha egy bizonyos azonosulás elveszett volna. Ez már nem volt olasz, vagy holland, vagy Chile. Ez már, mint hogyha ezek az azonosulások eltűntek volna, és mint hogyha egyé olvadtunk volna, mint hogyha mindenfajta megkülönböztetés nélkül egybe olvadtunk volna. És ez valami, ami nagyon különleges ezen a kongresszuson, amire valóban aspirálhatunk. Ez egy fantasztikus érzés. Ez egy fantasztikus érzés. Ez a jövőnk, hogy egyé váljunk egy ilyen módon, hogy valóban felül emelkedjünk a saját természetünkön, mindenféle korporális dolgon, korporális képen, és hogy megtaláljuk ennek a szeretetnek a pontát, amely valóban egyesít minket, és ez a pont a teremtő. És ez valóban valami, amit kívánok mindannyiunknak, hogy állandóan megtaláljuk a szeretetnek ezt a pontját, Ravon keresztül, a barátokon keresztül, a közösségünkön keresztül. Tehát barátaim, fedjük fel ezt a pontot közösen, Lehaim. And now I have the honor. És most a megtiszteltetésem, hogy bemutassam egy olasz barátunkat. Mi ugyanabban az időben kezdtük a tanulást, mi ugyanakkor kezdtük el a Kabbalát tanulni, és én emlékszem, amikor Izraelben voltam első alkalommal, én soha nem találkoztam korábban, csak a telefonon vagy e-mailen keresztül, és amikor mi a repülőtérre mentünk, te Roberto, oké. És elkezdtük a tanulásunkat, elkezdtük az utunkat a Kabbalában, a teremtő fele. Ez a barát, Roberto, ő állandóan a csoport rendelkezésére áll, állandóan azt nézi, hogy mit tehet, és ezt azonnal meg is teszi. A munkája után, amikor 5 perce van, akkor ő a lehető leglehetetlenebb időpontban is állandóan folytatja, hogy kövesse a reggeli leckét, hogy a fizikai korlátok fölé emelkedjen számtalanszor. Én ezt biztosan tudom, hogy segítsen mindenkit, hogy segítse Európát, segítse a csoportot, segítse az összes barátokat. Roberto, kérjük, hogy beszéljél velünk. Mondja Roberto. Barátaim, én megpróbálok angolul beszélni, de nem beszélek túl jól angolul, de azért megpróbálok. Now I feel és most én érzem, hogy a szívem lüktet, de ez nem az én szívem, ez a hang,
ez a közös szívünk. Én úgy érzem, hogy ez Európa szíve. Tegnap én láttam a barátoknak az arcát, minden egyes barátnak az arcát, de láttam a barátokat, de nem az arcokat láttam, hanem csak a szívben tartó pontot láttam. És ez a pont, ez egy láng. Minden egy hatalmas láng, Európának a lángja. Az edény, az európai edény, mivel ma mi valóban egy európai edényé váltunk, egy európai vágyjá váltunk, egy európai családdá váltunk, és most itt egy hatalmas európai család jött létre, és ez a család, ez egy valódi családdá vált, hogy minden egyes személy számára, mivel mi valóban összekapcsolódtunk, minden egyes barát a szívünk egy szívé vált, mindannyian egy emberré váltunk, és mi képesek vagyunk ezt tovább folytatni, az egyetlen Európát, de hogy minden egyes csoport a világban, minden egyes barát a világban, minden szívben tartó pont a világban összekapcsolódjon. Lehaim. És ismét zene, ha jól hallom. Cerco la luce da un villa e la improvviso, eccola qua. Sento che ora non ho dubbi per questa grande opportunità. Nella vita che mi trasforma, mi cambierà. Azzurro e pomeriggio non ho dure lungo per me. Mi ricordo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno. Ciò che illuminava
pomeriggio troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo ieno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri che porta dritto fino a Yes, friends, this is how it goes. Drága barátok, ez az, ahogy ez történik. Mi hatalmas, hatalmas, csodálatos kultúra keveréket kapunk. És még egy nagy ajándék, amit kaptunk. Mindennyien ismerjük ezt a barátot. Neki hatalmas tapasztalata van már, hogy megtartsa a szövetséget, hogy megtartsa az arvutot a távolságból, és hogy közel legyen a barátokhoz. Ez a barát, ez fantasztikus példát mutat. Hosszú időt töltött messze egy csoporttól, ahogy azt csak el lehet képzelni. Nincs is olyan kontinens, az 5 kontinensen, Új-Zélandon is. Új-Zélandon volt mindenfajta kapcsolat nélkül, és mégis belevetette magát a kapcsolatba, de túlélte magát, és megtartotta a legfontosabb dolgot, amivel rendelkezünk, a barátok fontosságát, a csoport nagyságát, annak emlékét, hogy mit érz a szívben, tehát a pontokban, ami a legnagyobb ajándék, amit kapunk, a legnagyobb dolog, amivel rendelkezhetünk az életben, ami a barátok. Hadd mutassam be nektek szeretett barátunkat Lyonból, Franciaországból, Olivier. It's true that every one of us we... Ez így van, hogy mindegyikünk keresztül megy valami játékon, lehet, hogy mondunk ilyeneket, de hogyha mi valóban benne foglaltatjuk magunkat minden egyes személy szándékában, mindenkinek a munkájában, mindenkinek a melegségében, akkor a Teremtő az úgy teszi, hogy mindig érezhetünk boldogságot, hogy rendelkezünk barátokkal. Valami nagyon különleges dolog ez. És ez a kongresszus, ez emlékeztetett engem valami nagyon különleges dologra. Egy csoport az nem egyszerűen boldogságra épül, persze boldogság segít, de a csoport a közös munkánkra épül. És ezen a kongresszuson létre lett hozva a közös munka. Valóban meg lettünk jutalmazva, és legalábbis nekem valóban úgy tűnik, hogy ez valóban megtörtént, hogy a közös munkákon keresztül bármi történik egy tízesen belül, az átformálhat bármit. Hiszen ez a mi anyagunk, ez a mi valódi anyagunk, hogy mit is csinálunk itt, az, hogy közösen dolgozunk. Hogy közösen dolgozunk, mit teszünk, én nem tudom mit mondani, de elmondom nektek. Igen, mindez lehetséges, közösen bármit megtehetünk, mivel a legfontosabb dolog az a barátok szeretete, mivel a barátok szeretetén keresztül bármi megtörténhet. És ma reggel a tízesünkben valóban ez kitört, és ez egy fantasztikus kitörés volt.
bármi történt volna, erősek maradtunk egyként, és ez valóban hatalmas boldogság. Ez a valódi boldogság, és ez a boldogság megmarad bennünk, és ez a boldogság valami, amit szeretnék megosztani veletek, mivel ebből a boldogságból valóban keresztül mehetünk mindenen a célunk felé. Igen, barátaink, ez a kongresszus, ez egy csodálatos kongresszus volt. Ahogy Rav mondta, igen, fent és lent, fent és lent, és tak, és mindenfajta helyzeteken keresztül mentünk. Igen, 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 de mégis nyertünk, igen. És mondjuk, hogy igen, igen, igen. Tehát volt Olivier Lyonból, és valóban itt volt Új-Zélandon nemrég. És ez az igen, ez az, amit kiterjeszthetünk a csoportjainkon keresztül a világ minden részén, ez valami nagyon különleges. Ez valami olyasmi, amit éreztem, és valóban barátaim, egy hatalmas leheim mindegyikötöknek az összes erőfeszítésére, amit betettetek, és a következő lépés érdekében Európa és a világ számára leheim. Yes, friends. The love of friends is making. Drága barátaink, a barátok szeretete az valóban nagyon különleges állapotot hoz létre, és mi szeretnénk tovább menni, mi szeretnénk hozzátenni tanáraink szemét. Én azt érzem, hogy a barátok szívében vagyok együtt velük, és nem válok el tőlük. És állandóan megpróbálom megtalálni a közös vágyat, egyre nagyobb melegséggel, egyre erősebben érezve, amelyben mindannyian együtt vagyunk egyként, megpróbálva felfedni azt az egyet, amely a Teremtő. Hogyan nem hagyhatom abba ezt, hogyan nem állok meg ebben? We want to keep standing. Mi állva maradunk, és érezni akarjuk a barátaink szívét. Mi hallani akarjuk az érzéseiteket azzal kapcsolatban, hogy mit is értünk el, hova jutottunk el. A mikrofon az nyitva van szabadon, és bárki, aki akar, az beszélhet mindenkit. Meghívunk, hogy beszéljetek. És ebből az állapotból, amit létrehoztunk, adjátok hozzá az érzéseteket, amit találtatok, hogy mi az, amit elértünk ezen a kongresszuson, milyen állapotba jutottunk, melyik állapotból indulunk, hogy tovább építsünk, hogy fejlődjünk és életre keltsük mindezt. Átvárják, hogy bárki akar, akiért beszéljen. I really want to hear a friend. Én valóban szeretném hallani a barátokat. Ugyanaz a szindrómám van, mint Giuseppének. Én elkezdek beszélni egy hatalmas barátról, akkor igazából nem tudok mit mondani, elfogynak a szavak. És ez a barát, akiről beszélni szeretnék, ez mindig ugyanez. Ez minden egyes barát, ez a legnagyobb, és ez a barát, ez, hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor kérdezhetitek tőle, hogyha nincs itt Ralf, hogy megválaszoljon a kérdést, akkor ő mindig megválaszolja. Amikor Milánóba megyek, akkor mindig Márkóra gondolok, és Milánóra mindig Márkó jut eszembe. Én valóban nagyon hiányzott számomra Márkó szavai ezen a kongresszuson. Egy Márkó beszél. Én remélem, hogy David szép dolgokat mondott róla angolul, mert nem tud angolul.
l'opportunità di sperimentare un'altra volta che cos'è una famiglia. This congress és ezen a kongresszuson megkaptuk a lehetőséget, hogy megint érezzük, hogy mit is jelent az, hogy család. Sono arrivati gli amici da Israele, Jacob e altri. És csütörtökön a kongresszus előtt ide jöttek a barátok külföldről, Izraelről, és mi megláttuk, meg vendégeltük őket a házainkban. És mi elkezdtük érezni azt az érzést, hogy egy családban vagyunk, és az érzés az volt, hogy mi ismertük őket, hogy mindörökké ismertük egymást. Gli altri amici che sono qui, Stefano, gli amici d'Italia, gli amici d'Europa, gli amici di Spagna, Carlos, i musicisti, e il cerchio della famiglia si è cominciato ad allargare. Well, then we came here in the congress. És akkor idejöttünk a kongresszus helyszínére, és akkor elkezdtünk találkozni a technológia csapata Spanyolországból, meg a többiek, tehát a család köre elkezdett bővülni, egyre nagyobbá vált ez a család. Non c'è più differenza, non c'è più niente, c'è come se fossimo tutti intorno a una tavola in famiglia. And now we arrived in this, és most elérkeztünk az utolsó Yeshivat Haverimhez, ahol már nincsenek különbségek közöttünk, hanem mindannyian egy asztalnál ülünk, ennél a családi asztalnál, mint hogyha egy étkezésen lennénk. Overcome. De egyedül a nyelv az, ami különbözik, de képes vagyunk a fölé emelkedni, mondta angolul Marco. Én szeretnék egy történetet mondani nektek. Ezt nem értettem, de mintha nem lett volna végig a kongresszuson. Egy kis fizikai probléma miatt, tehát valaki nem volt végig a kongresszuson. Non c'è problema, è un dottore. My friend Giuseppe. És barátom Giuseppe mondta nekem, semmi probléma, gyere ide, itt vannak orvosok is. Il mio dottore mi ha detto che avrei dovuto prendere una medicina particolare. On Thursday my doctor. És csütörtökön az orvosom azt mondta nekem, hogy egy bizonyos gyógyszert kell bevegyek, tehát hogy ő úgy tudta, hogy nem tud a kongresszusra jönni ezek szerint, és egész Milánóban szaladgáltam, de nem találtam meg ezt a gyógyszert sehol. És ez egyetlen ok annak, hogy idejöttem. A hotel közelében van egy gyógyszertár, és itt megtaláltam a gyógyszert, itt Veronában, ez elképesztő. És amikor képesek vagyunk az értelem fölé emelkedni, akkor a Teremtő segít nekünk. Uno, due, tre, lehal. Tehát, hogy úgy gondolta, nem tud jönni, mert valami egészségügyi problémája volt, elment az orvos, hogy csütörtökön felírtak gyógyszert, és a gyógyszert csak kitalálta meg Veronában. Szeretnék még egy fantasztikus barátot, kozmikus nagyságú barátot, Romolov, ha jól értem, tehát ott megkapja a mikrofont a másik srác, akit bemutattak. Gli amici mi chiedono di condividere questa emozione, io la condivido. Friends tells me to share. Barátaim azt mondják, hogy osszam meg velük az érzéseimet, úgyhogy megteszem. How can you find the words? És hogyan találhatom meg a szavakat, srác is olasz, és a Davide fordít. És amikor hirtelen az ajtók megnyíltak, és bejöttek a barátok, akikről azt hittük, hogy meghaltak, vagy háborúban voltak, vagy mit tudom én,
hogy ez egy ilyen érzés. És ezen a kongresszuson valami új dolog jelent meg, ami mintha már létezett volna korábban, ha jól értem. Tehát olyan érzés, mint hogyha valaki, akiről azt hittük, hogy meghalt, hirtelen belépett volna az ajtón, ha jól értem az elejét. És most ezt magunkkal vihetjük, és nem tudjuk, hogy mit kezdjünk ezzel. Holnap fölkelünk, és azt mondjuk, hogy mit tehetünk ezzel, amit kaptunk. És akkor jönnek a barátok. És azt mondják nekem, hogy mit akarsz, mit csináljunk? Menjünk a Facebookra, az Európai Csoportra. Ott van, találkozunk pénteken, és találkozunk vasárnap. Ide jöhetünk, és ahelyett, hogy veszünk magunkhoz, azt mondjuk, hogy mindazt, amit teszünk, az egész hét során, azt csak a csoportért tesszük. Tehát nem kell semmit építenünk, minden már készen van. A ház, az Európai Stra, minden készen áll. És az egy, csak a jelen hiányzott, mivel eddig csak magamért beszéltem. És ez a szövetség, létrehoztuk a szövetséget, amit aláírtunk ezen a kongresszuson. Hogy jelen legyünk ebben a házban, a közös házunkban. És hogy megosszam a családommal mindez, ami itt Olaszországban történt. Lehajm. És ismét zene. My friend, show me the way to put myself aside for your love to pray. As one, we all demand to help each other on the path to a new land. For generations we have waited to unite. The world is crying out for help all through the night. Without desire, a great fire will ignite. Through our intention, we will step into the light. Together, we are marching quickly towards the goal. We are connecting all the pieces of our soul. The walls between us will be forced to come apart. The light will shine on us and mend our broken heart. La, la, la. And be one whole. For generations we are connecting all the fights. The world is crying out of our sight. The world is trying to tell the fight in the fight. The light will shine us and mend our broken heart. Ich wollte nur noch ein paar Worte sagen.
My beloved friends, I just want to like. Drága barátaim, csak szeretnék egy dolgot mondani, egy pár szót, de ezelőtt szeretnék bemutatni titeket, szeretnék bemutatni neked egy hatalmas barátot, akit felfedeztem ezen a kongresszuson. Ez egy hölgy, aki a fiatal csoportban van, a német fiatal csoportban, és már mondta, hogy van egy férjem, és szeretném megérteni, hogy mit csinálunk. Megmutatjátok neki a fiatal csoportot? Oké. Tehát, hogy az oktatási kurzusra bejelentkezzen. Tehát megtinált, és azt mondtuk, hogy oké, szeretné tudni, hogy mi ez, hogy szeretné felfedezni ezt. Tehát mi ismertük őt már korábban is, amikor megláttuk, és ez a férjennek, a hölgynek, és tudom, hogy nagyon sok nehézségen mentek keresztül, hogy eljussan a kongresszusra, el akartak jönni Milánóban, akkor az el lett halasztva, és akkor azt mondták, hogy akkor nem jövünk, tehát nagyon sok barát megmagyaráztak, hogy mennyire fontos, hogy mégis eljöjjenek, tehát végre azt hiszem, hogy két nappal a kongresszus előtt úgy döntöttek, hogy mégis jönnek, hogy oké, csatlakozunk hozzátok a buszon, amely Nürnbergből jött Verunába, oké, jövünk, és mi valóban féltünk, hogy hogyan fogja ezt elfogadni, hogyan fog reagálni erre a kongresszusra, és mindig a kongresszus során kérdeztük, hogy van, hogy vagy, hogy érzed magad. Mindig azt mondta, fantasztikus, azt mondta, valóban, és tegnap éreztem, hogy valóban hogyan érzi magát, hogy milyen fantasztikusan érzi magát, ez egy csoda, hogy ilyen új barátokkal találkozunk. Oké, tehát itt van a barátunk, tehát akit végül is, ha jól értem, a felesége szervezte be. Igen. Németül beszél, gondolom Alex majd fordítja. Tehát valóban, amikor megérkeztünk, és még nem érkeztünk ide, nem tudtam, hogy mit várjak. És ez a három nap, ez szinte elrepült, és most nem akarok hazamenni innen. Ich möchte mich einfach bei euch bedanken. Alle Freunde, die hier sind, ich spüre eure Herzen, eure Seelen. I really want to thank you each one. Én valóban szeretnék nagy köszönetet mondani mindegyikötöknek, érzem a szíveteket. Nagyon-nagyon nagy köszönet, drága barátaim, nagyon nagy köszönet, drága barátaim. Lechaim. 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 Ine matov umanai. Umanai. Lechaim, Bnei Baruch, Lechaim, Europe.